Na, sziasztok srácok, itt vagyok, ismerjátok egy újabb videóban, és a mai videóban ismerjátok, Brawl Stars-ozni fogunk, méghozzá nem akármit fogunk csinálni, hanem megpróbálunk egy új karakteret szerezni, és hát remélhetőleg sikerülni is fog. Néhány ládával készültem, amit ki fogunk nyitni a mai videóban, de mielőtt belevágnánk a mai videóban, megkérlek arra, hogy mindenképpen támogass hatalmas lájkkal, illetve felkozásra, minden, ahogy látjátok, robogunk a 95.000 felkozó felé, itt tartom a felkozó cél, hozzuk össze, szóval nyomj a felkozást, ha még nem tetted volna meg, mert tényleg mindennel többet jelent nekem, hogy is legyen felkozol, és ha mellé még lájkolsz, vagy bekövetsz Instagramon a link a leírásba hozzá, az a non plus ultra, és köszönöm szépen, tényleg nagyon hálás vagyok érte. Na, de akkor itt is vagyunk már, és nem is húzom tába szót, hanem el is kezdeném a ládanyítást, és megnézzük azt, hogy pontosan mit is sikerül nyitni a mai videóban, illetve mi az, amit nem sikerül. Egy kis ládával fogunk kezdeni, amiből egyből érkezik egy Spice Star Power, aminek nagyon-nagyon örülök, mert egyelőre nem rendelkeztem semmilyen Star Power-re Spike-ra, szóval ennek már nagyon-nagyon itt volt az ideje, és ez mindenféleképpen király. Pedig be akarom fejezni lassan, hogy rá is lehessen majd gear-t tenni. Remélhetőleg hamarosan meg is fog történni. 103 gold van a Big Boxban, ez mindenféleképpen jó mennyiségű goldnak mondható. Surge 9 powerpoint, nem sok, Kára 10 darab powerpoint, Mr. P-re 30 darab powerpoint érkezik. Egész korrekten indul a ládítás mindenféleképpen, újabb 50 darab powerpoint, amit szintén Pennyre fogok kérni, hiszen nem bánnám, ha rá is lenne gear-em, most már egy Big Box fog következni. Ja, amúgy. Nézzétek el nekem, hogy ebben a seasonben olyan sokat nem játszottam, és mégis megvan a PES, tudom, gempazarlás volt, oké, tudom, de sajnos ez így alakult. Ez a season számomra nem volt olyan izgalmas, reménykedek, hogy a következő season egy picit érdekesebb lesz, ezekkel az új játékmódokkal szerintem izgalmasabb tud lenni, de meglátjuk. Ezt a seasont is szerettem, de valahogy a challenge-eket nem nagyon csináltam sajnálatos módon, de majd legközelebb talán azt is többet fogjuk csinálni. De nézzük, hogy miket nyitunk a ládából, mert egyelőre túl sok különleges dolgot nem sikerül nyitni. Hát persze, hogy volt egy Star Power, az nem rossz. Szóval egyelőre egész jók a ládák, nézzük ezt a kis ládát, ami 13 gold, 3 itemes, nem rossz, de lehetett volna akár sokkal, de sokkal jobb is. Még mindig nem érkezett hozzánk semmi új karakterféle, szóval Penny lassan meg lesz. Meg is van. Azt tudjátok, hogy ki is fejlesztem. Pennyt fejlesztük ki. Hol vagy Penny? Penny? Ne bújjál, kérlek, itt vagy. Még nem tudom, mit rakunk rá, de ezt most megtettük. Oké, jöhet egy újabb Big Box, nézzük esetleges módon ebbe a Big Boxba tudunk nyitni valamit. 77 darab volt található benne, majd Nitára 8 darab powerpoint, nem sok. 8-bitre 14 darab powerpoint, Mr. P-re 20 darab powerpoint, tudja a markunkat, egész korrekt kis láda, majd érkezik hozzánk egy Mega Box, amiben lesz egy 7 itemes Mega Box, ez akár villoghat is. Nem tudom, hogy villogni fog-e, mindjárt kiderül. Nem fog villogni, mert gear tokens kapunk, annyi gear tokenem van már, hogy wow, de hát nem nagyon tudom elhasználni, mert powerpointra lenne szükségem, de hát az már nincs kellő mennyiségben sajnálatos módon. Jean-re 9 darab powerpoint, Ems-re 20 darab powerpoint, Lolára 40 darab powerpoint érkezik, majd Surge-re 50 darab powerpoint, majd végső soron Pennyre nyilván kifejlesztem, erre egyből nyitok 80 powerpointot rá, hát ilyen a szerencsém, de nem baj, és most érkeztünk el a videó legérdekesebb részhez, amikor megszerezzük az új karaktert, és ki is fogjuk próbálni. Én most sose játszottam az új karakterrel, szóval mindenféleképpen nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy pontosan milyen is lesz ezzel a karakterrel Power egyesen játszani az új játékmódban. Nézzük meg, hogy van esetleges módon tudok egy győzelemeskedni, vagy pedig sem. Könnyű biztos, hogy nem lesz, mert mégis a Power 1-esen kell játszanom, illetve nem is a legjobb pálya ennek a karakternek. Nem tudom, hogyan működik az ultim, nem tudom, hogyan működik az alaptámadásom. Annak viszont örülök, hogy ellenfelek nem olyan nagy range-ű, elég komoly a sebzésem. Kicsit bull feelingem van. Ulti. Ha, azon nem tudok átcsúszni, várható volt, nem tudom, miért próbáltam meg, de megpróbáltam. Megyek a Jessie-re, egy hit, két hit, három hitből van meg. Egész jó. Viszont mi van akkor, ha betelek az ultimmal, arra nagyon kíváncsi vagyok. Ha nem szakítom meg a bull ultit, erre kíváncsi voltam, most már megtudtuk. A Jessie szerintem meg tudom ölni, megvan. Az ultim nem tudom egyelőre pontosan, hogy mit tud, de szerintem csak egy sima rácsúszásnak, persze nyilván nem rossz. Hoppá, nem csak egy sima rácsúszás, fel is dobom az ellenfelet, ha jól látom. De mindjárt megvizsgáljuk kicsit közelebbről, hogy pontosan mit is tudok ezzel a karakterrel kezdeni. Egyelőre elég erősnek éreztem, és 8-0-ra nyertünk, hogyha jól láttam az eredményjelzőt, ami mindenféleképpen egy szép eredménynek mondható. Megpróbálok egy teleporttal kezdeni, hát ha esetleg valaki más is ilyesmi dologban gondolkodik, és ebből jól tudok kijönni, méghozzá így el is hozzuk az első gyilkosságot. A Buzz szerintem azt megnyeri azt a harcot, így is van gyönyörű játék. Majd én őket megpróbálom megölni, meglátjuk, hogy oppá, de van sebzés itt.
Coltra kellene menni, megyek is, igen. Sebzek is az ulti alatt, ha jól látom, mikor nem is keveset, és ezen felül még oda is megyek az ellenfélhez. Most abban nem vagyok biztos, hogy felbőszítem-e. Oh, meghaltam, sajnos benéztem, de pont meg is nyertük a meccset, szóval igazság szerint semmi probléma, hogy meghaltam. Még nem 100%-ban értem az ultit, de azt kell, hogy mondjam, szerintem kezdem megérteni ezt a karaktert. Szívesebben kipróbálnám egy picit nehezebb ellenfelek ellen is, akik nem botok, vagy pedig nagyon kezdő játékosok, hiszen ugye ezért ennyire kevés kupán általában nem olyan nehéz győzelemeskedni. Néha egy gyengébb karakterrel azért nem könnyű, de mondjuk Feng nem tűnik egy gyenge karakternek őszintén szólva. De a Shelly ez vagy Star Power-ös, vagy nem tudom miért, olyan van, mintha Bendy Star Power bekapcsolt volna. De lehet, hogy csak halucinálok, bármikor előfordulhat ilyen. Most az ultival kéne menni, de még nem hiszem, hogy a Primo a legtökéletesebb célpont. Most meg tudjuk nézni. Hát, igen, az ultestekes sebzés, amennyiben jól látom, illetve nincs felbőszítés. Túlélem. Most abban nem vagyok biztos, hogy tudok-e csak úgy elugrani, elmenekülni mondjuk egy bull ultival, de szerintem tudok nem csak ellenfélre is menni. Azért komoly a sebzés. Tehát egy ulti, két alaptámadás, egy-két power cube-ban lényegében one shot. Szóval nagyon-nagyon komoly sebzés van ebbe a karakterbe, és egyelőre nekem kifejezetten tetszik, és kifejezetten erősnek kell gondolnom ezt a karaktert egy elsőre, de lehet, hogy aztán nem lesz annyira erős, mint amennyire tűnik. Szólóban, illetve erre a játékmódra szerintem nagyon-nagyon jó választás lehet. Mondjuk bizonyos 3v3 mapokra nem tudom feltétlenül elképzelni ezt a karaktert, de mondjuk azért a legtöbb játékmódban szerintem jól hely fog tudni állni. Úgy közben itt egy Jackie valamiért, azt hittem, hogy teammate, nem tudom miért. Hoppá, milyen double kill! És ha jól látom, tovább is tudok pattanni az ellenfelen, tehát ha egyből ölök ultival, akkor tovább is csúszok, nem pedig megállok azon az ellenfelen. Ez szintén kifejezetten tetszik. Egy újabb kill, egy újabb win, és ezért nem fogok panaszkodni, abszolút, ez egészen biztos. És már 4 meccset sikerült megnyerni vele, maradt még 11, és akkor kapunk 1500, de mennyi token kapunk? 1500-ra tippelnék, az annyira azért nem feltétlenül jó deal, nem rossz deal, de mondjuk 1500 az azért jobb lenne. Gyere Primo, gyere játsz. Miért kellett elmenned? Primo. Na Shelly. Primo halt. Ott a Róza, megpróbál megölni, hát esetleg ő is úgy gondolja, hogy harcba akar bocsátkozni velem, így gondolja, nagyon-nagyon helyes. Ne hallj meg, kedves Kárt, köszönöm szépen. Az igen! Az szerintem a Primo Guardian leérkedett, mire én oda csúsztam, de mindegy, a játék ezt nem így gondolta az autóatakomnak szerintem, de persze, használjunk autóatakot, és akkor nincs ilyen probléma. Netszes a kill, megvan a kill, Kárt akár meghalhat, hát meglátjuk. És itt feltöltöm az életről, hogy mielőtt visszamennünk a harcba. Bár igazság szerint csak 2 kill kell, szóval annyira nem érdemes húznom az időt. Elmegyek valamelyik. És mi volt az a... Ez a pattogás, ez wow! Kicsit meglepődtem, őszintén szóval ilyet még eddig nem állt, csak Ether token kapunk. Nem mondom, hogy rossz deal, de azért nem a lehető legjobb, szerintem ennél azért volt például most, amikor bejött az új játékmód, akkor 5 meccsért 500 token, az például egy nagyon-nagyon durván jó deal volt. Jó, de hát nyilván azért az új játékmódnak köszönhető volt. Nem kéne, hogy eltaláljon a brok, egy koronára egyben is hozza a gyilkosokat. Én megadom a Primót mondjuk addig, amikor a teammate-ek levadázták az ellenfél snipereit. Majd itt igaziból akár, azonban ezzel nem tudok átcsúszni. Viszont így tudok menni. Hoppá, milyen sebzés jön ki belőlem. Ott is vannak a gyilkosságok, már csak 2 ellenfelet kell megölni egy újabb győzelemhez. Én azt gondolom, hogy nem fogom húzni az időt, megyek előre, egy halt, és a másik is megvan. És így egy újabb meccset sikerült győzelemre behúzni, ami mindenféleképpen király. Nézzünk, én azt mondom, még egy meccset, mert egyelőre nem nagyon nehezednek a mérkőzések, sajnos, és én kifejezetten sajnálom, mert oké, vicces így megnyerni ezeket a meccseket viszonylag nagyobb tryhard nélkül, de szerintem egy kicsit izgalmasabb lenne, hogyha komolyabb ellenfeleket kapnám, persze kupát pusolni így a legegyszerűbb, illetve challenge-eket csinálni, de hát azért na mégis csak viccesebb egy kicsit nehezebb meccseket játszani, mert nem azt mondom, hogy a szuper jól játszok, viszont azért ezek a meccsek nem annyira nehezek, lássuk be, hiszen lényegében meg se hal senki a teamből. Jó, én most meg fogok halni, elkiabáltam, de laggolok, arra tudom majd fogni. Nem mindegy, lehet, hogy meg se halok a végén. De csak meghalok. Csak nem halok meg, hát csak nem. Nyerjük meg, így is van. Egy újabb győzelmet sikerült így behúzni a videó végére, aminek mindenféleképpen örülök. Fel is beszélni nem tudok. De sikerült 7 vagy 8 meccset nyerni. Az a plusz egyenkor már hozzáadulik, vagy nem. 7 meccset sikerült nyerni, ami azt kell mondjam, hogy egész szép eredmény. Tetszik ez a karakter, nagyon-nagyon tetszik összességében, viszont ez a mai videó ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmeteket, holnap szerintem találkozunk egy újabb videóba.
addig fel lehet iratkozni, ha úgy gondoljátok persze. Nézd, lehet nyomni egy lájkot, köszi szépen a filmet, sziasztok, ciao, bye bye!